A közelgő ünnep jegyében tartottak összejövetelt a hétvégén a csácsbozsoki városrészben. Az érdeklődők a Szent István szobor mellett felállított Betlehemnél gyülekeztek, ahol kulturális produkciókkal várták őket. A műsort az Évgyűrűk nyugdíjas klub tagjai adták. A csoport ezzel a találkozóval méltó módon igyekezett zárni az évet. Ebben az évben nagyon jól sikerült, programjaink voltak, egész a májusfa báltól, a szüreti bálig, a több különféle rendezvények, nagyon jól összekovácsolták a csapatot. Hál' Isten, vannak fiatal házaspárok, fiatalabbak, akik a 60 év körül vannak, és ezek akkora lelki erőt, intenzitást mindent adtak még a többi idősebbnek, hogy sokkal fiatalosabbá tudtuk tenni az egész klubunknak az életét. A megyeszékhelynek ebben a részében is erős és összetartó a közösség. Olyan emberek élnek itt, akik az ilyen jellegű rendezvényeket szervezik, s egyben igénylik. Városrészünkben néhány éve hagyomány, hogy az adventi gyertyagyújtáshoz kötődően egy kis rendezvényt, egy kis eseményt tartunk, és ma az utolsó gyertyát gyújtottuk meg a koszorún, és ezen alkalomból a csácsbozsoki Évgyűrűk nyugdíjas klub dalköre egy csodálatos műsorral kedveskedett az itt élőknek. Annyira szép volt és megható volt, hogy így várni a karácsonyt, azt gondolom, hogy a legszebb pillanat egyike. Az esemény részeként a Betlehemet Fúrján Gellért plébános szentelte fel, aki az advent üzenetéről szólt. Úgy gondolom, idén arra kellene nagyon figyelnünk most még ebben az utolsó hétben, itt az adventi időszakban, hogy próbáljuk azt észrevenni, hogy nem a kezekbe kell tennünk alapvetően ajándékot, hanem egymás lelkébe. Ma erről szóltak a prédikációim is egy kis történettel, és ez nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy egymásra van szükségünk, és nem arról, hogy valamit kapjunk. Az Úr Jézus is, amikor eljött, nem valamit hozott, hanem önmagát adta nekünk. És ezt ünnepeljük karácsony ünnepén, ezért kellene, hogy észrevegyük, hogy talán inkább egymás lelkét kellene melengetnünk, és nem egymás kezét telepakolnunk mindennel. A programot kötetlen beszélgetéssel zárták, melyhez finom falatokat és italokat kínáltak.